Kert úra, október elején itt az idő, változtatni a kerten. Nem bírok nyughatni, ennek itt mennie kell. Tavaly gondoltam egyet, és elkezdtem felszedni a gyepszőnyeget, hogy legyen még egy veteményes kertem. Aztán összejöttek a magaságyások, szépen beültettem, és lehet látni, gyönyörűen néz ki. Szóval megérte a befektetett munka, és az új projektem legalább ennyire jó lesz. Életem egyik legjobb döntése volt az új veteményes kert. Kicsi a hely, viszont sok mindent lehet termeszteni. A szerszámos ház sose volt a kedvencem a kertben. Kicsit ormótlan, sok helyet foglal, és állandóan kupleráj van benne. Hiába rendezem minden évben tavasszal össze, évről évre csak gyűlnek benne az olyan dolgok, amihez a következő években hozzá nem nyúl az ember, mindig elfelejti, így tulajdonképpen egy lomtár lett belőle. Viszont még mielőtt kertesházba költöztem volna, megfogadtam, hogy ha lesz egy kertem, abban lesz egy üvegház. Szóval az évvégi projekt nem más, mint ennek az elbontása és egy gyönyörű szép üvegház építése. Nem csak marha jól fog kinézni és helyszínéül tud szolgálni a videóknak, hanem bizony, még a magvetés palántázás is marha jó lesz egy üvegházban. Nem lesz óriási 9,5 négyzetméter, viszont pont elég lesz arra, hogy produktívan lehessen benne termeszteni, végre tudjak évelőket is vetni és évelőket palántázni a zöldségek mellett, meg kell szüntetni a kupleráit, és utána indulhat az építés, szóval szurkoljatok, hogy jó idő legyen itt október vége, november elején, hogy kész legyen az üvegház. Na de mutatom azt is, hogy néz ki a kert októberben. Így októberben már kicsit fakulnak a színek, viszont így is az évelő ágyás gyönyörű, és még a száraz virágfejek is tudnak díszíteni. Az ernyős verbéna még mindig kitart, és a fű ránézésre jól néz ki, de hogyha közelebbről megnézzük, szétszették a lótetvek. Szóval ráfér egy alapos renoválás, egy szellőztetés, felülvetés, na meg a foltok javítása. Azért, hogyha távolról belenézünk, egész jó az összkép, de egy alapos renoválás ráfér. A japán juhának már elkezdtek színesedni a levelei, nagyon szépen néz ki, a rózsák közül is egy-kettő még virágzik, és már indul a krizantém szezon, nyílnak a krizantémok. A paprikák még tartják magukat, viszont lassan menniük kell, mert érkeznek a fóliasátrak. A magaságyások egy részét már kitakarítottam, feltöltöttem tápanyaggal, na meg földdel és komposzttal, és lesz fóliaépítő videó is. Csak előtte kicsit rendezkednem kell, a mély mulcs ágyás el fog innen kerülni, ugyanis a komposztálókat át kell tenni ide, mert itt lesz egy új szerszámos ház. Ez az ágyás átkerül a paradicsomültető cserepek helyére, ide jön majd az üvegház, szépen át lehet majd látni. Csak előtte meg kell szüntetni ezt a kuplerájt, azt se tudom, hova fogom pakolni ezt a sok mindent. Télen ezeket az ágyásokat éri nap, na meg itt is, ide jönnek majd a fóliasátrak, de vannak olyanok, amikhez még hozzá sem nyúltam, hiszen gyönyörűen nőnek benne a növények. Ide készül a tél alávetés, borsó jön majd ezekbe az ágyásokba. A mediterrán növényeket el kell kezdeni lassan bepakolni, viszont citrom, az bizony lesz bőven. Imádom az őszi színeket, ahogy színesedik a kert, és a nyáron ültetett korall berkenye is hozott már új hajtásokat. Ez egy magas törzses változat, és annyira megtetszett, hogy még egybe fog kerülni a kertbe, a csodasövény helyére. Igazi kis fát lehet belőle kialakítani, és ezek a levélszínek egyszerűen hihetetlenek. És ha már magas törzses örökzöldek, bekerül a kertbe egy magyal is. Igaz, a magas törzse nevelt növények ára kicsit borsos, viszont nagyon jól tudnak kinézni a kertben. A selyem akácot már kicsit visszanyírtam, nem kell, hogy olyan nagyra nőjön, pont kezelhető méretű. És már szépen elkezdtek színeződni a dézsás japán juharjaim is pár hét, és tűzvörös lesz mindegyik. A japán zsúrló nagyon jól érzi magát, az ott a sarokban a Mikulás virág, imádta kinn a nyarat a kertben, és idén először a díszba táta is gyönyörű, szépre megnőtt. Az idén ültetett japán juharok is nagyon szépen elkezdtek színeződni, és a fenyők is nagyon szépen fejlődnek. A bugás hortenziákkal nem bírok, hihetetlen virágfejeket növesztettek, és tényleg nagyon szépen tudnak színeződni is. Egész ősszel tudják díszíteni a kertet, aztán télre, egészen barnásra száradnak, de még akkor is van díszítőértékük. Szóval ez a bugás hortenzia sor júniustól egészen következő tavaszig tud dekorálni. A krizantémok a bejáratnál elkezdtek nyílni, az árvácskák is csak nőnek. Imádom az októbert a kertben, gyönyörűek a színek. Még hátra van a gyep renoválása, ez egy nagyobb feladat, és kezdhetjük állítani a fóliasátrakat, jöhet a vetés, na meg reményeim szerint az üvegház építése, de előtte ezt itt bizony el kell majd bontanom.